Pattog a tűz az egyik parkerdei kis kertben, hordóban égetik el a kerti hulladékot. Ez bevett szokás errefelé, mert jól felügyelhető, a mellé készített vizes kannák is a biztonságot szolgálják. Leginkább az ősz a kerti takarítás időszaka, sokan komposztálják a zöld hulladékot, mert az később tápanyagot adhat a talajnak. A diófa leveleit nem szívesen komposztálják a kert tulajdonosok, bár a közhiedelemmel ellentétben azt is lehet, csak jóval tovább tart, míg a többi növény növekedését visszafojtó anyag lebomlik belőle. A diófákat az utóbbi időben számos betegség és rovar károsítja, ezért is égetik el ezek hulladékát előszeretettel a gazdák. Most januártól, ha ezt nem lehet megcsinálni, tehát nem lehet égetni a kertekbe, akkor ez nagy gondot fog jelenteni. Én attól tartok, hogy ezek a diófa levelek, vagy amit nem lehet elégetni, vagy komposztálni, az erdőbe fog landolni, mert Körmendi útra nem mindenki viszi el a zöld hulladékot, már csak ott lehet lerakni. A törvényi szabályozásnak eleget téve döntött októberben a szombathelyi közgyűlés is az égetés jövő évi betiltásáról. Az avar és kerti hulladék lakosságbarát elhelyezésének lehetőségeit a Szóva ZRT dolgozza ki. Erre az egyik lehetőség, hogy különböző ilyen begyűjtő pontokat helyezünk ki, de ez még egyelőre a jövő zenéje. Én azt gondolom, hogy azon leszünk, hogy mindenféleképpen megoldást is nyújtsunk, ne csak tiltsunk. Pécs, Tatabánya és Salgótarján levegője az országos szennyezettségi térkép szerint egészségtelen, Szombathelyé viszont tűrhető besorolású. A fűtési szezonban, valamint az őszi avar és kerti hulladék égetések idején, főként a kertes övezetekben észrevehetően romlik a levegő. Hát nem lesz soha tökéletes égés. Ez azt jelenti, hogy a finom részecskéken, szállóporon kívül egyéb szennyezőanyagok is jelentős mennyiségben kerülnek bele a levegőbe. És ennek a megszüntetése kiemelten fontos az ország számára, tekintettel arra is, hogy az Unió is kötelezi erre hazánkat. November 30-ig még szabad égetni, vasárnap és az ünnepnapok kivételével 9 és 19 óra között. Januártól viszont, aki meggyújtja az avart vagy a kerti hulladékot, 100 000 forintos bírsággal számolhat.